Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolna Táj televízió híradóját látják, Jala Jászmin Grész vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Utcafórumokon méri fel a helyiek igényeit, a választóközzel közösen alakít ki programot a szexedi képviselőjelölt. Fejlesztések Tevelen, 2019 óta számos beruházás valósult meg a településen. Látni és látszani, nem csak az autót, a sofőrt is ingyenesen megvizsgálják. Beköszöntött a sütőtök szezon, bőséges a kínálat a dísztökökből is. Utcafórumokra várja a szekszárdi időközi választás Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselő jelöltje a körzetben élőket. Szolár Zoltán hétfőn délután már egyeztetett is a Kadarka utca környékén élőkkel. Azt mondja, amióta bejelentette az indulását, egyre többen bíztatják. A Kadarka és a Klapka utcák találkozásánál várta a közvetlen beszélgetésre lehetőséget nyújtó utcaforumra a környéken élőket Szollár Zoltán hétfőn délután. A november 13-ai időközi választáskor a kormánypártok színeiben induló képviselőjelölt már hetek óta járja a családi és bérházakat, hogy az azokban élők igényeit, kéréseit mérje fel. Most pedig ő látta vendégül a városrész lakóit. A legtöbben a járdák és utak felújításával kapcsolatban érdeklődtek, de felmerült több helyre új zebra felfestésének ötlete is. Szívem csücske volt a már 4-es számú választókörzetben, a kitágított részéről beszéljek, ugye Babics iskolába jártam én is, rengeteg barát ismerős a Herman Otton Kőrösin, úgyhogy sokan állítanak meg, hagyalog megyünk szórólapozni, hogyha beszélgetünk az itt lakókkal, hogy gratulálnak és örülnének, hogyha élennék a képviselőjük. Az utcafórumon Horváth István szekszárd országgyűlési képviselője is részt vett. Ő azt mondta, a kormánypártok közös jelöltje civil vezetőként már bizonyította, hogy képes és akar is dolgozni a választókörzetért, ezért ő a legalkalmasabb a képviselői megbízatásra. A felsővárosi kört, ami egyik legrégebbi szekszárdi civil közösség, ezt újra életre keltette és megtöltötte tartalommal ebben a város részben élők legnagyobb örömére. Szociálisan is nagyon érzékeny, és minden egyes tettével, minden egyes cselekedetével mindig a közösséget szeretné szolgálni, és amennyiben megkapja a bizalmat, akkor én azt gondolom, hogy a 4-es számú választókerület valamennyi utcájának, valamennyi háztartásába el fog majd jutni, és a legjobb tudásával szolgálja az itt élőket. Dollár Zoltán a tervek szerint még legalább két alkalommal találkozik a körzetben lakókkal nyílt utcafórum formájában a november 13-ai időközi választásig. Magyarország energiaellátása biztosított, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter, majd beszámolt arról is, hogy a jövőben benyújtandó napelemes pályázatoknál változtatnak a betáplálás szabályain. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, Magyarország gázellátása fél évig akkor is biztosított lenne, ha egyetlen molekula gáz sem érkezne az országba. Azt mondta, az ország a jelentős tárolókapacitások, a komoly gázvásárlások és a tározók magas feltöltöttsége miatt biztonságban van. A miniszter emlékeztetett arra, hogy annak, akinek napeleme van, az abból származó energiát betáplálja a hálózatba. Hozzátette, ezen a szabályon változtatni kell, mert a magyar villamosenergia hálózat egy nagyobb költséges felújításig nem tud több energiát befogadni. Ezt követően, aki napelemet telepít, az a saját háztartásában tudja felhasználni az energiát, így nem kell egyszerűbb az eljárás, mert nem kell a szolgáltató engedélye. A napelem által megtermelt energiát közvetlenül a háztartás használhatja fel, ez kevesebb bürokráciával is fog együtt járni, és hogyha az Európai Uniós forrásokból a hálózatfejlesztés megvalósul, akkor utána a felfüggesztést követően a betáplálást is lehetővé fogjuk tenni. Egy munkagép döcögött az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán a 165-ös kilométer szelvény közelében. A járőrök még az alagutak előtt megállították a tilosba tévedt járművet. Az ellenőrzés során kiderült, a sofőr eltévedt az autópályán, mert rossz irányba indult el a munkavégzése helyszínére. Visszafordult egy lehajtón, és úton volt Pécs felé, amikor a rendőrök utolérték. A tilosban közlekedő munkagépet az egyenruhások lekísérték egy mellékútra, és a jogszabályok szerint jártak el vele szemben.
Az elmúlt 3 évben számos fejlesztés történt Tevelen, többek között járdák és utak újultak meg, az önkormányzathoz tartozó intézményeket korszerűsítették, illetve a csapadékvíz szakszerű elvezetése is megoldódott. A polgármester elmondta, hogy a jövőbeni tervek között pedig szerepel a művelődési ház teljes energetikai korszerűsítése, illetve egy piactér kialakítása. 2019 őszén választották meg Fazekas Attillát Tevel első emberének. Azóta több fejlesztés is történt a faluban, például jelentős változás, hogy a településen már működik házi orvosi ellátás, illetve egy 8 fős mini bölcsödét is létrehoztak. A infrastruktúra nagyon fontos, és járdák, utaknak a felújítása. Ezeket a Magyar Falu program keretében szintén sikeresen pályáztunk, tehát több út újult meg, illetve járdák is épülnek, tehát a falu szépül. Ezek mellett közel 380 millió forintból a csapadékvíz szakszerű elvezetése és helyben tartása is megoldódott a községben. BMS pályázatokon önkormányzat és óvoda épületeknek a fejlesztését tudtuk megvalósítani. Itt hála az égnek egy kicsit előre mentünk az időben, és a jelenlegi energetikai problémákat próbáltuk orvosolni. Mind a két épületen napelemes rendszer lett kiépítve, ami igazándiból mondhatnám, hogy 90%-ban a villamos energia fölhasználását fedezi, az eddigi villamos energia fölhasználását. Emellett az önkormányzat épületén is igyekeznek spórolni, így a jelenlegi gázfűtés helyett egy fatüzelésű rendszer fogja a meleget biztosítani. A polgármester hozzátette, hogy a jövőbeni tervek között pedig szerepel a művelődési ház teljes energetikai felújítása, illetve egy piactér kialakítása is. A fényszórók működését és a sofőrök látását is ingyenesen vizsgálják meg azok a szervizek és optikák, akik részt vesznek az Országos Baleset Megelőzési Bizottság által 11. alkalommal megszervezett Látni és Látszani kampányban. A cél a biztonságos közlekedés. Idén is meghirdette a Látni és Látszani nevű kampányát az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Az október 17-től december 4-éig tartó akció lényege, hogy a megváltozott látásviszonyokhoz igazodjanak a közlekedők. Fontos az, hogy a láthatóság szempontjából az őszi és téli átállás időszakában, amikor megváltoznak az út és látási viszonyok, mindenki a saját gépjárművét, illetve saját magát is felkészítse a téli időszakra. Ennek a lényege az, hogy az autónkat készítsük fel a téli átállásra, megfelelő időben cseréljük le a nyári gumijainkat téli gumira, az autónk láthatóságát is készítsük fel. Ellenőrizni kell, hogy a lámpák megfelelően működnek-e, és nem gátolja semmi a fényszórást, valamint az ablaktörlő lapátokat is le kell cserélni, ha szükséges. De nem elég csak a járműnek látszani, a sofőrnek is jól kell látni, hogy biztonságosan részt tudjon venni a közlekedésben. Erre épül a Látni és Látszani kampány, és ebbe a kampányba vesznek részt azok az optikák, valamint szervizek, akik az autónk láthatóságát vizsgálják meg ingyenesen, valamint az optikusok pedig a sofőrök láthatóságát vizsgálják meg, egy úgynevezett látástesztet végeznek ingyenesen szintén. Tolna megyében is számos olyan szervíz és optika van, akik csatlakoztak a kampányhoz. Ezek listáját a www.látniéslátszani.hu oldalon találják meg az érdeklődők. Fokozott közúti ellenőrzésre is kell számítani november 4-én, ahol az egyenruhások ajándékkal készülnek azoknak, akik betartották a szabályokat. Tolna megye tűzoltóinak bőven akadt dolga a hétvégén, szabadtéri és lakástűzhöz is riasztották őket. A fűtési szezon elindulásával nem árt megfogadnunk pár hasznos tanácsot a szakembertől, hiszen ezek betartásával számos kellemetlenségtől megkímélhetjük magunkat. Nem telt el eseménytelenül a hétvége Tolna megyében, hiszen szabadtéri és lakástűzhöz is vonultak a lánglovagok. Tolnaváros külterületén 3 hektárnyi területen foltokban égett vágástéri hulladék, ahová szekszárdi hivatásos és a tolnai önkormányzati tűzoltókat is riasztották. Itt ebben az időszakban érdemes itt a zöld hulladék égetésénél figyelni arra, hogy az önkormányzatnak milyen rendeletei vannak érvényben. Ők szabályozzák a zöld hulladék égetését, tehát náluk érdemes
érdeklődni, hogy az hét melyik napjain, valamint milyen napszabban lehetséges végrehajtani ezt a műveletet. Itt ugye még egyszer hangsúlyoznám, hogy itt a zöld hulladék égetéséről van szó kifejezetten, és természetesen itt folyamatosan figyelnünk kell a tűzet, tehát a tűzgyújtás, a szabadtéri tűzgyújtás általános szabályait minden esetben érdemes betartani. Ezen kívül még Dombóváron az Erzsébet utcában egy lakóház fürdőszobájában ütött ki tűz, ide riasztották a helyi lánglovagokat, akik már csak a kialudt tűznyomait találták. A tél beköszöntével a fűtési szezon elindulása potenciális veszélyeket rejt magában. Jó, ha pár tanácsot megfogadunk ezzel kapcsolatban. Ilyen egyszer a szénmonoxid veszélye, amiről már korábban is beszéltünk, ezt is nem győzzük elégszer hangsúlyozni, főleg a fürdőszobák táján lehet ezzel elsődlegesen számítani. Azokon a helyeken, ahol nyílt égésterű készülékek biztosítják így akár a szobamelegét, vagy akár a meleg vizet egy mosogatáshoz vagy fürdéshez, itt a szénmonoxid érzékelő azt, ami mellett nem menjünk keresztül. Ezt szerezzük be, 10 000 forintos készülékről van szó, és meg lehet vele előzni a tragédiát. A másik veszélyforrás a cserépkályhákon, kandallók közelében szárított ruha, hiszen itt egy kipattanó szikra is meggyújthatja a textíliát, ami szintén lakástűzhöz vezethet. Lakossági fórumot hívnak össze Szekszárdon az integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálatával kapcsolatban 2022. október 21-én pénteken 15 órakor. Az ITS felülvizsgálatát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település rendezési eszközökről szóló kormányrendelet írja elő. Az eseményre a Szekszárdi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében kerül sor. Itt a sütőtök szezonja, hazánkban is egyre többen fogyasztják, hiszen számos fajtája megtalálható már a boltok kínálatában. A népszerű zöldségnek sokféle elkészítési módja van, egy valamit azonban nem állt szem előtt tartani. A szintén ilyenkor megvásárolható dísztökök nem alkalmasak emberi fogyasztásra, ezeket kizárólag dekorációs célra használjuk. Az ősz beköszöntével újra feltűntek a boltok kínálatában a sütőtökök és a dísztökök is. Az előbbiek népszerű étel alapanyagként szolgálnak a hűvös időben, hiszen számtalan variációban elkészíthetőek. Az utóbbiak pedig elengedhetetlen kellékei az őszi dekorációknak. Ebben a zöldségesben is többféle tök közül választhatnak a vásárlók. A kínálatunkban most kétféle sütőtök található meg, az egyik az ibizatök, a másik pedig a sonkasütőtök. Az ibizatök egy új fajta itt nálunk, tavaly volt először megtalálható, nagyon finom, rostos, nagyon finom leveseket lehet belőle készíteni, illetve sütésre is nagyon jó. A dísztökök és a sütőtökök is kedvelt alapanyagok, bár idén 20%-kal drágában juthatnak hozzá a vásárlók, mint tavaly. Ilyenkor ősszel a dísztökök nagyon-nagyon népszerűek, ugye mindenki, akinek családi háza van, főleg erre a környéken díszítik az otthonaikat, illetve a sütőtök az első hideg időben általában nagyon népszerűvé válnak, hiszen nagyon finom C-vitaminban, illetve vitaminokban gazdag zöldségféléről van szó. Ezen a látványos tányéron minden elem sütőtökből készült. Megálmodója Juhos Markó séf, aki azt mondja, a tapasztalata szerint sok családban szívesen alkalmazott alapanyag ez a zöldség, és csak a készítő kreativitása szab határt a felhasználásának. Olyan sokrétű, hogy a levestől a desszertig készülhet belőle fogás. Én azt gondolom, hogy lehet nagyon sok rétű alapanyagból készíteni olyan tányért, ami 8-10 féle alkotó elem van, otthon nem biztos, hogy ez a cél. Egyszerű dolgokkal, tehát hogyha belegondolunk, ezen is 4-5 fajta alapanyag van, meg lehet oldani, hogy tényleg kreativitással szép tányérokat csináljunk. A séf arra is felhívta a figyelmet, hogy azokat a zöldségeket, amiket ilyenkor Halloween közelettével faragni szoktak az emberek, még véletlenül se használják gasztronómiai célokra. Annak csak dekorációs szerepe lehet. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Lehet spórolni, energiát megtakarítani, javaslatok a pécsi energetikai tervhez. Jótékonysági gála és ünnep Pécsen, a 30 éves Kerekvilág Alapítvány várta a támogatókat. Súlyban, méretben kisebb, mennyiségben kevesebb, nagy károkat okozott a gyümölcsösökben az aszálysomogyban.
Még vitatkoznak a politikai oldalak azon, hol lehet spórolni a városi büdzsében. Azonban mindenképpen csökkenteni kell az önkormányzati kiadásokat az energiaválság miatt. Ezért elkészítették a baloldali és a jobboldali frakciók is a saját javaslataikat, amelyeknek célja a Baranyai megyeszékhely működésének fenntartása. Ezekről a döntés ezen a héten pénteken születhet meg egy rendkívüli közgyűlés keretében. Ez az egyik oldal a pécsi energetikai cselekvési tervből, amiről egyeztetést tartott a városvezető és az ellenzéki oldal a Városházán október 11-én. 104 pontos intézkedési csomagot állítottak össze a baloldali városvezetők. Ezt ismertette a gazdasági alpolgármester a megbeszélés után a sajtóképviselőinek. Az elektromos áram, amely a legjelentősebb növekedést okozza Pécsen. Ugye már idén is ötszörös árat fizetünk, a jelenlegi árak szerint ez még további 2,5-szeres növekedése megy föl. Ez ugye azt jelenti, hogy tavalyi évhez képest két év, tehát a jövő évben és a tavaly előtti évben számban 12-szeres áramszámlában nézünk szembe. Kik a legnagyobb áramfogyasztók ebből adódóan? A Tettyeforrás ZRT, ugye ez a vízi közműszolgáltató, a közvilágítási rendszer, a zsök épületei, Kodály központ, a műjégpálya, hullámfürdő, állatkert. Általánosságban elmondható, hogy csökkentik az intézmények nyitvatartását, spórolnak a működési költségein, de tervben van óvodai, bölcsődei bezárás is. A közvilágítás azonban marad, mert ez biztonsági kockázatot jelent, tudtuk meg a beszámolón. Rúzsa Csaba azt mondta, ezzel az elszabadult energiaárak miatti közel 6 milliárdos plusz teher, 1,5 milliárd forinttal csökkenthető. Közben elkészítette a városi Fidesz frakció is a javaslatait. Ezt nyújtja be a baloldali csomag, illetve változtatásokat sürget, amikkel több megtakarítás érhető el. Mi bármilyen megszorítást akkor vagyunk hajlandóak támogatni a magunk részéről, hogyha a baloldali városvezetés egy kicsit magába néz, meg a saját maga körüli oldudvarnál kezdi el a söprögetést. Ez az alapja egy valódi spórolásnak a polgári oldal szerint. Nem kell 3 alpolgármester, nem kell annyi tanácsnok, külső megbízás a balos érdekköröknek, ezeket fel kell függeszteni. Miközben rezsicsökkentő fejlesztéseket kell indítani, például a megmaradt hagyományos utcai lámpák további cseréje, újabb naperőmű, a megnövelt e-buszflotta töltésére, a vízszolgáltatót rákapcsolni a meglévő naperőművekre. A frakcióvezető bízik abban, hogy lesz, amit elfogadnak ezekből baloldalon. Lámpák, közvilágítás, tömegközlekedés, Tettyeforrásház, napellenparkok építése. Erre én azért bízom, hogy lesz nyitottság. Ami a másikat illeti, ami a baloldali holdudvarhoz köthető kifizetéseknek a legalább egy évre történő leállítását, a felesleges beszerzéseknek, a felesleges pozícióban ülő ilyen-olyan tanácsnokoknak a díjazásának az egy évre történő, 2023-ra történő felfüggesztését illeti, itt már azért nem vagyok annyira derülátó. A Pécsi Városháza közleménye szerint a baloldali és a jobboldali javaslatok és a képviselők elé kerülnek megvitatásra. Erre október 21-én rendkívüli közgyűlési ülés keretében kerülhet sor. Utána lehet egy elfogadott energetikai cselekvési terve Pécsnek. Jótékonysági gálát tartottak a 30 éves Kerekvilág Alapítvány szervezésében a pécsi Kodály Központban vasárnap. A fogyatékkal élő fiatalok segítését, oktatását felvállaló civil szervezet a Covid miatt 2 évvel később most tudta csak megünnepelni jubileumát. Az ünnepség mellett újabb vállalásukhoz is gyűjtésbe kezdtek. Nagy tapsal fogadta a közönség Berec András mesemondót a pécsi Kodály Központ színpadán. Ember a tudományáért már gyerekkorától sokat futkos. Így kezdte az első meséjét a Kossuth Díjas művész, aki házigazda volt az október 16-án tartott gálán, ahol néptánc együttesek előadók szolgáltatták a műsort. A Kerekvilág Alapítvány megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelték, illetve új tervük megvalósításához vártak támogatókat. Gyakorlatilag nulláról indult az alapítvány, semmilyen háttere nem volt. 33 magánember úgy gondolta, hogy létre kell hozni egy olyan szervezetet, amelyik a fogyatékkal élőknek a beilleszkedését segíti, igazából az emberhez méltó életnek a megélését. És aztán, amikor először nappali intézményt hoztunk létre, aztán iskolát, aztán támogató szolgálatot, és most a lakhatásra próbálunk megoldást találni. Most is összefogásban bízunk, hiszen saját magunk nem tudnánk ezt megvalósítani, de nagyon úgy tűnik, hogy lesz is.
Ez az az elhagyott épület a Pécsi kertvárosban, amit megkapott az alapítvány. Itt 9 lakásból álló otthont akarnak kialakítani mozgáskorlátozott fiataloknak. Ebben egy pályázat segíti őket, de a támogatás összeg kevesebb, mint ami a beruházáshoz kell. Miután most ősszel meg fog jelenni egy pályázat, reméljük, hogy ezt el tudjuk nyerni. A pályázatot legalább 10%-ban ki kell egészíteni, és ez is több 10 millió forint. Tehát nagyon fontos, hogy a következő fél évben ezt összes tudjuk gyűjteni, ezért előre is köszönjük a támogatását mindenkinek. A jótékonysági gálaest bevételét is a lakóotthonra fordítják, de várják a további felajánlásokat is, ezért újabb akciókat, eseményeket szerveznek. Ezekről az alapítvány honlapján érhetők el információk. Nagy károkat okozott a gyümölcsösökben az Aszály-Somogy megyében. Sok helyen szinte kiégtek a fák, a termés pedig súlyosan, nagyságban és mennyiségben is jóval alatta maradtak az átlagnak. Az apró termést a kereskedők sem vásárolták meg, így a gazdák cefre vagy ivoli alapanyagként próbálták meg értékesíteni. Ez a hácsi kajszibarack ültetvény tavasszal még nagyon kedvező képet mutatott. A fagyok elkerülték, és annyi volt a termés, hogy ritkítani is kellett. Akkor még nagyon bizakodtak a gazdák, hogy akár rekordív is lehet. A több hónapos aszály azonban keresztül húzta a számításaikat, a gyümölcs apró lett, nem fejlődött rendesen. Barack nem nőtt, már észrevettem, hogy akkor egy kicsit problémás lesz, mert egy hónapra rá, ritkítás után akkora volt a barack, hogy nem nőtt, mint amikor ritkítottunk. És eljött az érésidő, apró maradt a termés. És ez véget egy kicsit olcsóbbért tudtuk értékesíteni, meg több lett a cefre. Átlagosan 250-500 forint között mozgott a kajszi kilója a gazdálkodónál. Ez az összeg annyira volt elég, hogy még éppen csak, hogy nullára ki tudták hozni a vállalkozást. Azt azonban egyelőre nem tudják, hogy mi lesz a megoldás, ha maradnak az aszályos nyarak. Hát sajnos mi nem tudunk öntözni. Itt nincs kiépítve az öntözőrendszer. Fönn vagyunk a dombon, ide fölhozni a vizet nem egyszerű dolog, és egy óriási beruházás lenne egy öntözőrendszert kiépíteni. Ez pedig mára szintén Somogy megyei látrány. Ebben a kertészetben sokféle gyümölccsel foglalkoznak. Jelenleg az alma betakarítása folyik, amely helyenként alig éri el a dió nagyságot. Ekkorának kellene lenni, és sajnos ezért miatt, az aszály miatt pedig ez a része elszáradt teljesen. A több mint egy hektárnyi területen kajszi, őszi barack, szilva, körte és alma termesztéssel is foglalkoznak. A nyár második felére szemmel láthatóak voltak a szárazság jelei. Augusztusban, amikor már érett az őszi barack nektárén, akkor tapasztaltuk azt, hogy a fa visszaszívta a gyümölcsből a nedvességet, és összefonnyadt. Itt például az almafánál, olyan, hogy hát lehet látni, hogy elszáradtak a fánk. A gazdálkodók azt mondják, az öntözés kiépítésére nincsen fedezetük, hiszen az főleg a magasabban fekvő területeken több millió forintba is kerülhet. Csapadék tekintetében a megyében is nagy volt az eltérés, amíg délen és nyugaton kedvező volt a helyzet, és ott a termésátlagok is jobbak voltak, addig a megye északi és keleti területein nagy volt az aszály, és ez minden gyümölcsöst sújtott. Ott mind minőségben, mind mennyiségben kevesebb volt a megtermelt gyümölcs. Tehát tudni kell, hogy a kialakult piaci viszonyok között mondjuk egy cseresznyét a vásárlók 26 mm-es átmérő alatt nem nagyon akarják megvenni, mert aprónak találják, és ezért ezekből eleve nem lehetett friss piaci gyümölcsöt előállítani. Több lett belőle az ipari feldolgozásra szánt gyümölcs, míg a megye másik sarkában, meg az érést megelőzően hirtelen leesett csapadék okozott gondot, ott meg a korai meggyek cseresznyék szétrepettek a hirtelen jött sok esőtől. A kalászos gabonák esetében Somogy szerencsésebb volt, a termés átlag erős, közepesnek mondható. A tavaszi kapás növények, mint például a kukorica, a napraforgó vagy a cukorrépa viszont jelentősen megsínlették a nyári száraz időszakokat. Ezekből jóval kevesebb lett a termésmennyiség. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Utcafórumokon méri fel a helyiek igényeit, a választóközzel közösen alakít ki programot a szekszedi képviselőjelölt. Fejlesztések Tevelen, 2019 óta számos beruházás valósult meg a településen. Látni és látszani, nem csak az autót, a sofőrt is ingyenesen megvizsgálják.
Beköszöntött a sütőtök szezon, bőséges a kínálat a dísztökökből is. Szerdán már eléri térségünket egy lehűlést hozó hidegfront, melynek hatására megerősödik az északi szél. Kissé már csökken a hőmérséklet, de alapvetően még enyhe lesz az idő. Csapadék nem hullik, éjszaka mérséklődik a légmozgás, általában derült lesz az ég. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!